Lélegzett metsző tűzben, a TBC gyógyítása Magyarországon. Ezzel a címmel nyílt kiállítása a Józsa András Kórház sebészeti és gyermekgyógyászati tömbjeit összekötő üvegfolyosóján. A kiállítás megnyitón Bogos Krisztina hangsúlyozta, a hazai medicinának, azon belül a tüdőgyógyászatnak hatalmas sikertörténete a tuberkulózisnak, mint népbetegségnek a legyőzése. Ezt a betegséget morbus hungaricusként apostrofálták, pontosan azt érzékeltetni, hogy az 50-es években még 50 000 embert betegített meg, és több tízezren haltak meg, fiatalok is ennek a betegségnek az okán, és ennek a felszámolása egy hatalmas összefogás, egy hálózat kiépítése, és ennek köszönhető, úgyhogy mindenképpen ez a legfőbb apropója, illetve természetesen az is, hogy 22-ben ünnepelhettük 140-es évfordulóját annak, hogy a mikobaktérium kórokozót Robert Koch felismerte, hogy ez egy cseppfertőzéssel terjedő, gyakorlatilag fertőző betegség. Hozzátette, a TBC elleni vakcina mellett legalább ennyire fontos a szűrővizsgálatok elvégzése, mivel a betegség továbbra is jelen van, noha az esetszámok lényegesen lecsökkentek. A múlt század derekán Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében országos szinten is a harmadik legtöbb TBC megbetegedést regisztrálták. Szűcsatilla szerint ezért is választhatták a Józsa András Kórházat is a kiállítás egyik helyszínéül. Ebben óriási szerepe van annak, hogy az elmúlt évtizedekben ez a kórház, ez az intézmény szintén nagyon sokat tett a TBC elleni sikeres harcban. A megyénk is, ahogy elhangzott, szintén korábban nagyon érintett volt ezzel a betegségben, és az első 3-4-ben voltunk az esetszámok tekintetében, és most örömmel tudom mindenkinek elmondani, hogy szinte csak néhány sporadikus esettel találkozunk. Ez az egyik része a dolognak. Ugyanakkor figyelemfelhívás is, az, hogy ez a kiállítás itt van, ezáltal a tuberkulózis, a TBC ismét egy picit előtérbe kerül, és ahogy örömmel elmondtam, alig van jelen, de jelen van. Ezért arra szeretnék kérni minden tévénézőt, minden hallgatót, hogy menjenek el a tüdőszűrésekre, vegyenek részt rajta, mert pont ez a lényeg, hogy amit elmondott Kovács igazgató, őrizzük meg ezt a jó helyzetet, mert a világban még egyáltalán nincs így. Több millió beteg van, több ezren halnak meg naponta ebben a betegségben, és ezt a magyarországi jó helyzetet akkor tudjuk megőrizni, ha időben kiszűrjük a betegeket, időben elkezdjük a betegség kezelését. Farszki Éva emlékeztette a közönséget, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben dr. Kemény Lajos, a Józsa András Kórház tüdőgyógyászának kezdeményezésére indult el a múlt században a TBC szűrés a vármegyében. Ő volt az tulajdonképpen, látva ezt a magas betegszámot, megszervezte azt a tüdőgondozói hálózatot, ami a betegek kezelése mellett a tüdőszűréseket is elindította. A tüdőszűréseknél nagyon fontos volt, hogy nem csak a tüdőgondozó intézetekbe történt szűrés, hanem beindították a mobil ernyőfényképszűréseket, ami ugye jelenleg is van, ezt tudjuk. Ez azt jelenti, hogy olyan településekre is eljutottak, meg tudták szűrni a betegeket tuberkulózis irányába, akik esetleg nem mentek be egy-egy megyei központba vagy tüdőgondozóba. A megyében a 60-as években 12 tüdőgondozó volt, tulajdonképpen 30 kilométeres körzetben minden beteg elérhette a tüdőgondozót. De tudjuk, hogy a tuberkulózis túlnyomó részt a szegényebbeknek volt a betegsége, tehát nagyon sok beteg nem fordította arra figyelmet, sem az egészségére, se arra, hogy tüdőszűrésre elmenjen. A vándorkiállítást országszerte összesen 11 kórházban tekintheti meg a közönség, Nyíregyházán szeptember 12-éig.